Főnök, mit reklámozunk? 10, 20, 25% kedvezmény minden ékszerre. Csak novemberbe. Vámház körút 9, Klapka. Most érdemes vásárolni. Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Szerviznél Plusz programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Igyon az egészségesebb jövőért. Karamalz. Természetes alapanyagokból készült alkoholmentes, maláta tartalmú üdítőital különlegesség. Fedezze fel a Pannonlapok Társasága megújult hírportáljait. Veszprém megye legfrissebb híreivel a Veszprém Online. Vas megye legfrissebb híreivel a Vas Online. Fejér megye legfrissebb híreivel a Fejér Online. Zala megye legfrissebb híreivel a Zala Online. Dunaújváros legfrissebb híreivel a Dunaújváros Online. Helyben vagyunk. Pannonlapok Társasága. Őrmester. Távfelügyelet. A védelem nagymestere. Sportosat. Híradónk vendégei Oroszki Tamás és Rigó Béla páros, a Rally Sprint bajnokság ezévi abszolút győztesei. Gratulálok! Köszönjük szépen! Nehéz volt megnyerni a Rally Sprint bajnokságot? Igen, mondhatom, hogy nagyon nehéz volt. Ezt lehet mondani, én úgy fogalmazom, hogy anyagilag is nagyon nehéz, technikailag is nagyon nehéz összeszervezni az egészet, hogy elérjünk odáig, hogy versenyen vagyunk is nehéz, de így visszanézve nagyon jó érzés, meg csak a szépet látja az ember, ugye visszatekintve. Hány futam volt idén? 8. 8. Mind a 8-on ott voltatok? Igen. Sajnos nem. Nem? Egy kazári kimaradt motor probléma véget. Pont az otthoni. Na tessék, mi pont történt? Elmentünk egy kis tesztre, még akkor a V8-al mentünk egy kis tesztre, és sajnos az olajszűrő hibája miatt csapágyas lett a motor. Ez 3 nappal a verseny előtt történt, és egyszerűen nem tudtuk már megoldani, hogy vagy új motor, vagy újra csapágyazzuk, és sajnos ki kellett hagyjuk ezt a futamot. Akkor hol álltatok a bajnokságban? Második, harmadik hely környékén álltunk. Azt lehet mondani, hogy szinte végig a bajnokság alatt ott álltunk, akkor is egész elő voltunk, nagyon is sajnáltuk. Egyrészt azért, mert verseny van, másrészt, hogy otthon lett volna egy kazári verseny. És akkor mikor előztetek? Mikor dőlt el, hogy ti lesztek az abszolút bajnokok? Az a legutolsó futamon dőlt el, hogy mi leszünk. Hol is volt ez? Ez most Tatabánya Rally volt. Egy hete, másfél hete itt dőlt el a végleges, de... Jó, oda hogy mentetek a rally a Tatabányára? Számolgattatok, vagy azt mondtátok, autózzunk egy jót, és akkor lesz, ami lesz? Nem teljesen, mert 4 pont előnnyel érkeztünk meg ugye Tatabányára, és ugye ez egy olyan előny volt, amit ugye meg kellett, hogy tartsunk, de mindjárt az első 2 gyorson ugye a Viktorék nagyon jót mentek. Aztán így a legeslegutolsón dőlt el az utolsó szakaszon, hogy tulajdonképpen ők, nekik valami kis technikai probléma véget, ugye nem jött össze az első hely. Akartad a bányát az utolsó szakaszon? Igen, azt lehet mondani. Tehát úgy indultunk neki Tatabányának, hogy azt lehet mondani, nem 100%-ig, de úgy volt, hogy mindent egy lapra föltéve mindenképpen menjünk, mindenképpen próbáljuk ezt az előnyt megtartani. És hát azt kell mondjam, hogy mivel egy új motorral indultunk Tatabányán, egy teljesen új fejlesztés, egy turbós 2000-es motor került az autóba, ez egy tesztverseny is volt nekünk, sajnos itt derültek ki gyerekbetegségek a gépjárműről, és elég sokat spajzoltunk időbe. Annak ellenére, hogy jól mentetek, hogy ugye bajnokok lettünk, ennek ellenére az autó akkor a technika nem volt jó. Hát itt az utolsó versenyen
csak azért, mert első versenye volt az autónak, azt lehet mondani, mert olyan problémák jöttek elő, amit hogyha ha egy jó tesztversenyre el tudunk előtte menni, akkor már felkészültebben érkezünk meg, de mivel az idő is szűk volt, a kocsi is úgy készült el utolsó percre, muszáj voltunk úgy lemenni, és így sokat spajzoltunk időben az ellenféltől. Végül kit vertetek meg nagyon? Ki az, aki második lett, kiszorult? Hát a kis Viktor, a Mitsubishi Evo 8-9-el. Hogy fogadta a hírt? Gratulált őszintén volt a mosolya? Amikor, ami ilyenkor őszinte lehet, az azért őszintének látszott rajta, gondon belül dúltak azért a lovak belül, hogy nem is így kellett volna, hogy alakuljon neki, mert tulajdonképpen vezettek a versenyen, végig előttünk voltak, de azért becsületesen gratulált odajött. Tehát ő is tudta, amikor a gyorsul lejött, hogy ezt nagyon sok idő maradt benne, ki nagyon elcseszte, és ő, tudta ő is, hogy vége. Egy ilyen verseny hogy néz ki? Hány szakaszból áll, hány gyorsasági szakaszból áll egy rally sprint bajnokság? Egy verseny általában 6 gyorsasági úgy szokott lenni, hogy egy szakasz szokott lenni oda-vissza, és ugye ez 6 gyorsaságnak minősül, tehát majdnem olyan, mint a 2 szakaszt mennénk. Most a Tatabányai nem így volt, itt egy hosszú gyors volt körbevezetéssel, és 4-szer mentünk ugyanazon a szakaszon. De milyen távú, milyen hosszú volt ez? 10,5 km volt a gyorsasági. De általában ilyen 5-6 gyorsaságig szoktak lenni egy ilyen sprintversenyen, egy szakaszon oda-vissza jellegű. Ez milyen hosszú általában? Hát 6 és 12 kilométerre, ugye helye válogatja. Igen, például egy kazár, vagy egy, amit kiad a hely. És akkor nyomjátok ezerrel, akkor mentek. Amit bírunk, ami kifér. Sok induló volt most ebben az évben ezekben a rally tour, a rally sprint bajnokságban, azt mondják. Sok. De most voltak vetélytársak? Hát, nagyon sok. Meg egyre több is lesz. Uh-huh. Egyre több is lesz, ugye, aki ugye nem sok pénzből gazdálkodik, és igen, ugye... Akkor ezt még be tudja vállalni, már a rallyt nem tudja, a rally egyet, de ezt még be tudja vállalni. Te vagy a csapatvezető is egyben, nem csak a navigátor, ugye? Igen, igen. Mi volt a célkitűzés erre az évre? Hát megtartani a tavalyi bajnoki címet a csapatnak is, és ez sikerült is, nem is kevés ponttal, úgyhogy ezzel meg is köszönöm a csapatnak, az összes tagjának, aki ebben részt vett. Hány autó? Öt autóval indultunk, és ebből szinte mind az 5 sikeresen végig is ment, sőt, van benne olyan is, aki kategória bajnok is lett. Akkor Lada, Kupa. És hogy a csapatfőnök, hogy a Tamás mellé ül be navigátornak? Ez mi alapján dőlt el? Már régi ismeretség, már régóta együtt vagytok? Vagy? Régi ismeretség ez. Aztán én sofőrként kezdtem annak idején, de a munkám sem engedte azt, hogy én az autóval annyit foglalkozzak, mint mondjuk kell, esetlegesen igen. Tomi, és aztán úgy dőlt el, hogy na mégis valahol a rally közelébe legyünk, akkor úgy ültünk össze, akkor ültem be Tomi mellé. Béla, emlékszel még rá, hogy mikor és miért ültél be a rally autóba? Miért akartál rally versenyző lenni? Nevet is lehet mondani? Persze. Tehát még annak idején ugye még Feri Anszék ugye mentek, és ugye fölnéztünk ezekre az emberekre, érdékre, hogy mennek egy autóval is ott a pálya szélén állva, hogy milyen érzés lehet ez így belülről. Aztán 10 éve eljött ez ilyen kisebb rallikon először, hogy milyen is az, hogy bent ülsz egy autóba is, akkor ottan úgy menni, hogy fönn is maradja út azon a vékony csíkon. Tehát végül is valahol ott dőlt ez. Akkor legalul elkezdted akasztani. Igen, igen. Tehát ilyen zárt pályás kis versenyeken. És akkor a rally sprintnél meg is álltál, vagy voltál? Mentünk feljebb is, tehát rally túrába mentünk mi több éven Tomival is, meg külön is. Aztán tavalyi évben azt hiszem már nem voltunk csak egyen. Ez az év volt úgy, hogy csak a rally sprint. Nem nőttétek ki a rally sprintet? Hát, de. Akkor jövőre, mint csapatfőnök, hol indultok? Eldöntötted már, vagy még hát szeretnénk, képlékeny? Tehát ez még képlékeny, tehát még azért ennek
sora van. Ja, most ugye sok minden változhat itt a rally életében, ugye januárban. Igen, az is befolyásolja az egészet, tehát az is lenne még ezzel úgy hamar. Vártok egy kicsit, hogy mi lesz az új irány, és hogyan lehet tovább. Hát bízunk benne, hogy jó felé fordul ez. De mióta elkezdted, azóta nem szálltál ki egy-két évre sem az autóból, vagy nem, volt? Nem, ez folyamatos volt. Ez folyamatos volt, teljesen, tehát komplett sorozatok. Tehát kivétel ugye az év, ahol, amikor ugye mentünk rallitúrába is, meg mentünk sprinten is. Tehát volt egy olyan év is, tehát az egy ilyen jobb év volt. Az jobb év volt. Igen. Tamás, te mikor is miért ültél be ralli autóba? Én nekem gyerekkori álmom volt. Ugye Salgótarján, a Fellegvár, és salgóbányai származású vagyok. Salgótarján az Fellegvárra rallinak, és ugye állandóan, én Salgóbányán lakok, van a Hotel Medves nevezetű, elnézést, hogy kimondtam, mindig ott szálltak meg az oroszok, annak idején még volt a BBK futam, voltak Mogulcsalgó rallik, hát már ott lestük gyerek fejjel, néztük, csodáltuk az autókat, és hát azóta is ott megfogalmazódott bennem. Aztán jött a lehetőség, egy kicsit anyagilag úgy alakult, hogy egy autót tudtam építeni, és a Nógrád Kupa nevezetű sorozatban, ami egy olyan 10 éve nagyon nagy sorozat volt ott a Nógrád megyén belül, abba kezdtem ugye akkor ott egy ember kellett csak az autóba, és ez úgy kinőtte magát. Pilóta kellett, vagy navigátor? Én pilóta voltam, és igazából azon az RPS versenyeken pilóta kell csak. De honnan tudtál úgy vezetni, hogy megfeleljél? Hát ez egy lépcsőfokonként egyre jobb. Annak idején gyerekkorodban a szüleidtől az autót elvetted, és a kosutyomba vezetted? Nem vettem el, de megkaptam. Még jogsi nélkül is elmondhatom, most már így visszamegyek, jogsi nélkül is vezettem édesapámnak köszönhetően rengeteget, és ez nagyon sok minden ragadt rám. Ő oktatott, tanítgatott, hagyta, hogy vezessek, és ugye én bennem meg már jött volna, hogy még gyorsabban, hát ugye ezt már le kellett vinni a pályára, ezt már közúton nem lehetett, és ekkor kezdődött itt már otthon vagy? Így most van. Már kerek minden. Így akkor. Van, persze. Hát azért most már közel 10-11 év eltelt így a rally berkeken belül, már most Szemedik sok... abszolút győzelmed volt. Abszolút győzelmünk az első. Kategória győzelmünk az volt tavaly, a H5-ös kategóriát megnyertük, ugye ugyanúgy a SRT sorozaton belül, csapatot ugyanúgy megnyertük. Sajnos ott is az utolsó versenyen dőlt el, hogy nem lehetünk elsők, ott a ellenfél jobbnak bizonyult, és másodikok maradtunk. De most a sors akkor visszaadta. Hát igen, ezt is lehet mondani. Igazából köszönjük a sorsnak, köszönjük magunknak, de most sikerült. Harmadik éve megyünk végül. Akkor végül is, amit a rallizol, akkor ez a, eddig a legeredményesebb? Igen, hát azt lehet mondani, hogy rallitúrában is nagyon sokat mentünk, nagyon sok kategória győzelmem volt, nagyon sok kupám van, de igazából számomra értékben ez többet jelent, mert ez egy abszolút, itt komplett bajnokságot nyertünk meg. Így van. Csapatfőnöknek ez az első, szintén mint csapatfőnök. Ként ez az első abszolút győzelem? Abszolút győzelem, ez az első. Ugye De ugye ez csak a kezdet, nem? Igen, legalábbis bízunk. Akkor most akkor még jobban megerősödtök, még több. Legalábbis szeretnénk. Tehát ez teljesen más érzés, mint amikor egy adott versenyen vagy abszolút első. Tehát egy ilyen komplett évet megnyerni, ez teljesen más. Vetítások? Meg volt már díjkiosztó? Nem volt még, nem. Telefonok az itt jöttek? Hogy fogadták, hogy ti nyertetek? Hát sok ismerősök, olyanok, akik követik az SRT sorozat eredmény tabelláját, ugye nézik, tudják, versenyről versenyre ott vannak ismerősök, barátok, versenyzőtársak. Mit mondtok, ez meglepetés volt most végül is, hogy ti nyertetek? Vagy akkor a tavalyi évhez viszonyítva, az nem olyan meglepetés? Nem. Nagy meglepetés nem volt, de Nem ezt mutatta a tendencia. Tehát az erőfölénye megvolt a többi megvert
ellenfélnek, meg volt az erőfölénye, de azért egy kiegyensúlyozott jó eredményt mindig tudtunk hozni. De akkor az jó, akkor azt jelenti, kiveszem a szavaitokból, akkor sok jó autó, sok jó képességű versenyző közül most éppen ti lettetek a bajnokok. Tehát az, hogy volt egy vetélytárs és kész. Nem. Ti fújt, hanem akkor voltak jó pára. Igen. Sőt, még most jönnek is. Tehát akik tavaly ugye még ilyen kisebb autókkal voltak, már most ott voltak ugye a nyomunkba. És akkor még ugye lehetett volna ezt is mondani, hogy tudatosan fölépített, mert ugye tavaly előtt harmadikok voltunk az első esertén, tavaly másodikok, igen. Most beérett ez a... És akkor jövőre mi lesz? Hát ezt megtartani. Azt mondják, az a nehezebb. Igen. Az biztos, nagyon nehéz. Tehát így látva, visszanézve az egész évet, ezt újra ugyanígy pontosan végigcsinálni, hát óriási feladat lesz. Bízunk benne, hogy sikerül majd, meg bízunk benne, hogy ott tudjuk lenni. Tehát nem lehet lazítani végig koncentrálni kell ott folyamatosan. Fejleszt mindenki, mennek, gyakorolnak, tesztelnek, újabb technikák jönnek, nagyon jó technikák, nagyon jó kezű emberekkel. Hát ez... Mikor nincs versenynap, versenyhétvége, akkor is foglalkoztak az autóval, vagy nem nagyon? Én személy szerint igen, tehát maga a versenyautó is az én kezeim közül jön ki mindig. Mindent én csinálok rajta. Motor. Tehát ha valami nem jó, akkor te vagy a hibás. Igen, azt lehet mondani. Tehát igazából én foglalkozom vele nap, mint nap. Uh-huh. Értem. És te, Béla? Hát én ezért is lettem navigátor jobban, hogy ugye én nekem erre nem volt időm. Aztán Tomi ebbe a... Megoldja ezt a kérdést. Igen. Tehát mégis ott vagyunk a rally közelébe, de én nekem erre nincsen. Tehát nincs annyi időm, hogy én ezzel annyit foglalkozok. Civil munkád az elviszi. Igen, meg tehát én nem is ebbe a szakmába nőttem föl, tehát nem az autószerelésbe. Te autószerelő vagy egyébként? Igen. Jelent akkor neked a... Hát egy szakmába vágó is, érdekel is, szeretem is csinálni, tehát mindenem a versenyautóm. Tehát azt és van úgy, hogy hazamész egy versenyután, és adja az, hogy mit lehetne az autón esetleg még módosítani valamit? Hogy nem, állandóan jár az agyam, állandóan, hogy mit, kielemezem a belső kamerás felvételeket, külsőleg többször visszajátszom, hogy viselkedett az autó, hogy rúgózik be, hogy tapad, hogy, tehát mindig, állandóan. Uh-huh. Muszáj is, mert nem csak én vagyok, aki ezt csinál, mindenki. A család? Van? Van kettő lányom. Feleség, mit szól hozzá, hogy milyen megszállottak? Lekopogom meg, nagyon örülök neki, nagyon szereti, nagyon mellettem áll benne, támogat, és innen is köszönöm neki, hogy hagyja ezt a hóbortot nekem így. Erőfelett is, tehát azt lehet mondani, erőfelett hagyja csinálni. Béla, nálad? Nálam is hasonló a történet, csak nekem volt egy kis változás is itt az életemben. Erről nem akarok most annyit beszélni, de nekem is eltűrték, meg el is tűrik most is, hogy... Esetleg utánpótlás lesz, aki szintén realizni fog majd? Hát... Valahonnan. Hát én nekem a két lány az úgy szereti érdekni. Hát navigátornak érdekni. Ugye most melyre több hölgy navigátort találni? De sofőr is. Igen, hát a kisebbik lányom az állandóan, hogy ő be fog ülni, ő fog navigálni. Bélát majd félretesszük, és akkor ő állandóan ezt hajtogatja, hát, hogy mi lesz később, meglátjuk. Már akkor döntöttek a sorsodról. Igen, hát végülis ő végig is kísérte nagyon kicsi kora óta a versenyeket, tehát minden versenyen ott volt a Lilike. Akkor látta, hogy akkor egy jobb navigátor. Igen. Úgy gondolja. Igen. Nem akartok egy-két verseny erejéig kimenni külföldre, és csak mégis a feeling miatt. Azt mondják, hogy nagyon jó kint. Akár már az osztrákoknál is nagyon jó a versenyhangulat, a versenypálya. Vagy nektek elég a hazai anyagiak ezt teszik lehetővé? Ez a lényeg. Sajnos, hogy az anyagiak ezt teszik lehetővé. Megmondom őszintén, hogy kicsit könnyebb a sprint sorozatokban helyt állni anyagilag, de már ez is elment olyan technikai dolgok felől. Igen, én azt tudom mondani igazából, hogyha vagy nagyon-nagyon jó anyagi háttérrel kell rendelkezni, vagy valami nagyon jó szponzor kell találni ahhoz, hogy ennyire az élmezőnybe tudjon valaki menni. Úgyhogy ez még nálunk is képlékeny, mi lesz jövőre. Én nagyon szívesen mennék mindenhol, bárhol, csak lehessen versenyezni, minden az anyagin múlik. Na most az autótok most stabil volt, akkor azt lehet mondani, igen. Hogy leszámítva azt a kazári... Azon kívül igen, azt lehet mondani, hogy megbízható. Kis költségvetéssel, de stabil autó van, és akkor azt lehet mondani, ugye? Igen. Tehát azért Tomi összerakja rendesen, tehát nem szokott, tehát
a technika maximum, úgy, mint ahogy most a kazári verseny is mutatta, hogy végül is, tehát nem az ő hibájából ment tönkre. Igen. Tehát versenyből ki nem estünk technikai problémával, se feladni nem kényszerültünk, se időben nem hátráltatott. És azért, mert esetleg kicsúsztatok? Hát, azt se tudom mondani, mert közösen nem emlékszek. Nem, annyira jól vezet? Igen. Nem emlékszek rá, tehát hogy nem volt. Hogy tehát olyan volt, hogy lecsúszás volt, igen, úgy, hogy ez véget kiállni még nem álltunk ki. Sok időcsöve. Egyetlen egyszer volt a rally túrába. Hát egyszer volt. Jó, ez már régebben volt egy másik autóval, akkor sajnos összetörtük egész rendesen, kiestünk. Kategória második helyről is abszolút. Nyugodt pilóta egyébként? Hát kell néha nyugtatni. Tehát, és akkor hogy? Tehát kis kuki? Igen. Ott bent már nyugodt előtte szokott lenni inkább az a... Verseny előtt? Hát ott a rajt előtt. Izgulok. Én még mindig napig... ennyi idő után is? Azt tudom mondani, hogy nem annyira, nem olyan szinten, mint ahogy ugye, amikor egy-két versenyes ember... De van benne az a kis versenydúk, egy kicsit úgy izgulok. Én azt szoktam mondani, hogy amikor verseny van, én így vagyok. Uh-huh. Tehát én hozzám szólhatnak, én verseny. De gondolom, az annyira első komolyan... kanyar után már helyreáll minden. Nem, mikor már 10-et mutat az óra és 9-8, akkor már kész. Nyugodtság, előre kész. Szoktatok beszélni egyébként verseny közben, vagy csak a itinert olvasod és kész, ennyi? Ne, tehát van, amikor úgy érzem, hogy kell neki ez a kis biztatás, mert? Akkor azért... Mikor? Hát amikor, tehát hogy egy kis dicséret, hogy érezze azt, hogy igenis, hogy menjen valamitől, mert ha csak úgy az ember felolvassa néha, akkor nem biztos, hogy olyat fog menni 100%-osan, amilyet kellene. Béci szokta is cifrázni, és jó is esik különben a dicséret, tehát egy kicsit, még, mintha egy lapáttal még rábírnék dobni. Bocsáss meg, minden lovakat is időnként, hogy utal a falatra szokták. Igen, tehát jó esik. Ez természetes, csak nem mindig valljuk be mi emberek, ugye mi kemény macsók vagyunk. Nem, tehát jó esik, kell, jó, mondja is Béci, szokta, jó jött ki, ez frankó, oké. És akkor a következő kanyar szerintem még egyszer annyira gyorsabb, mint ahogy mentem volna. Olyan, ami nem volt, hogy a hévé elragadtam volna, és azért kellett volna rászólni, hogy most nyugi. Nem, inkább többször szokott az lenni, hogy ő mondja már, hogy lecsúszunk, tehát hogy ma inkább visszafog. Tehát, hát ő érzi végül, igen, is, nem? Igen. Vagy jobban tehát, legalábbis. Az a baj, hogy ott úgy jobb oldalról ugye nem biztos, hogy azt érzed, ahogy csúszik az autó, mint amit ma ő. Igen. Bal oldalt. Két dolog véget van ez, hogyha közben szóltok, ugye? Persze. Legelőször is az idő. Tehát mi elindulunk, nulla, rajt, idő, onnantól csak az idő lebeg előttem. Tehát nem szeretnék azért időveszteségbe kerülni, mert én túllőttem a célon. Ez az egyik fontos dolog, a legfontosabb meg az autó épsége. Mert ha összetörjük, az nagyon kemény pénzbe kerül. És akkor egy darab nem lesz verseny. Ez már veszélyeztetni a következő versenyeket. Meggondolom, nincs egy másik autó, amit azonnal kihúzzal a garázsból, és akkor ültök be. Ilyen meggondolásból is megfontoltan kell. Vagy van? Hát jó lenne. Jó lenne. Nincs. Van egy, de az sokkal kisebb kategóriás autó. Értem, tehát ez nem a... Azt fel kéne készíteni. Igen, hát a BC-nek megvan a régi autója otthon. Vésztartalítom. Leponyvázva, eltéve. Első olyan komolyabb versenyautó, és ezt el is rakta. Lehetne vele menni? Akkor emlék inkább már kis. Hát igen. Két éve mentem vele, mert akkor nem mentünk, akkor is az SRT-be egy rally sprinten, akkor volt elővéve utoljára, tehát azóta megint csak le van takarva. Ott van, nem baj. Tényleg lesz Mikulás kupa. Ezen ti is elindultok? Gondolkodtok ezzel? Mert ugye ez egy ilyen nagy dzsembori. Igen. Ez nem is verseny, hogy nem? Az inkább ilyen hát egymáshoz közel kerüljenek a rally sportosok. Igen, ott mindenki megjelenik. Így van. Meg ott az első osztály. Na, ott szoktak a hölgyek is vezetni, a navigátorok, igen, ott ülnek. Navigátorok beülnek a bal oldalra, igen. Hát nem terveztük. Nem terveztük. Igazából megint csak vissza tudok térni a technikához. Anyagilag is megterhelő lenne, de a technika, mivel ez az egy van, ugye azt beszéltük, és nem vigyázni akarnál. Nem. Tehát úgy mondom, hogy Murva versenyre nem megyünk. Igen, Veszprémben. Igen, Murva versenyre nem, hogy csak aszfaltra visszük. Igen. Igazából oda való az a BMW. Szilveszter? Az aszfalt. Hungaroring. Az már más kérdés. Az még van annyira távol, hogy még én nem mondom azt se, hogy nem, de még azt se, hogy igen. Ki múlik? Értem. Jó, hát
Most akkor mit csináltok egy darabig, most hosszú szünet lesz, ilyenkor mit csináltok? Hát éljük a mindennapi életünket, autó, garázsba, amennyire van idő, tudunk vele foglalkozni, szétszedni. Szétszeded? Hát persze, átnézem egész, kicsit tüzetesebben, mint úgy egész évben, tehát sok minden alkatrész cserére kerül, már egy pár dolgot észre is vettem, hogy mi az, amit biztos cserélni kell. Meg hát éljük a mindennapi életünket, jönnek az ünnepek, kicsit családra, több idő marad. Január-február egy kicsit szenvedtek télen? Én nagyon. Én nem is szeretem. Hát végülis, hogyha van elfoglaltság, nem? Akkor ugye, meg hát, elpörög az idő akkor. Igen, meg hát, hogyha van egy ilyen kisebb őrültködés autóval, van ott egy ilyen nagy almas, azért oda leszoktunk nézni. Januárban szokott lenni ilyen kis sprint, meg most a egyik áruházláncnak a parkolójába lesz szerveznek. Ezekre ugye elmentek így. Igen, azt csak úgy egy picit úgy visszahozza. Csak azért mert egyre jobban kezd hiányozni. Eltelik az a 3-4 hét, ugye havonta verseny van, és eltelik a 3-4 hét, és akkor már kell, már és akkor január-február elérkezik, akkor már nagyon hiányzik. Jön a március, akkor már nézegetjük a kiírásokat, és akkor egyre jobban pangálja az ember magát. Jól mondom, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, pihenjetek és élvezétek ki, hogy megszereztétek életek első abszolút győzelmét, és akkor bízunk benne, hogy akkor ez csak a kezdet, és akkor innentől kezdve jönnek az abszolút győzelmek. Bízunk benne. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk mink is. Köszönjük. Mindenbe bízunk, amit elmondtál. Köszönöm. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Mindent szerettem, amit rám ruháztak. Én örülök a mai napig is, hogy eszébe jutok egy rendezőnek, hogy gondolkodnak bennem bármibe. Ha holnap öregasszonyt játszani, azt is megköszönöm, és boldog vagyok, hogy játszhatok. Egy Csészényi kedvesség. Folyamatosan mielőtt nagy baj lett volna, akkor mindig jött a segítség. Tehát én olyan a tenyerén hordozott a jó Isten, és köszönöm neked. Egy csepp szenvedély és egy jó beszélgetés. Lillás reggeli.